A nyári szünetet követően a Matthias Corvinus Kollégium aktuális témával nyitotta meg a 2022-23-as szezont. Már maga az előadás címe is kíváncsiságra ad okot, hiszen az utóbbi hónapok fő témáját, Európa energiaellátását boncolgatta a meghívott szakember Litkei Máté. A szakértők szerint Európa soha nem látott energiaválsággal küzd, amelyet az orosz-ukrán háború és az erre adott szankciók csak tetéznek. Még tavaly 155 milliárd köbmétert szállított Oroszország Európának, és ezzel a legnagyobb gázszállító importőre volt a mi oldalunkról nézve, és az oldaláról a legnagyobb exportőr. 40%-át adta a teljes európai gázimportnak az orosz szállítás, ez idénre megfordult, az Egyesült Államok lett a legnagyobb importőr, Oroszország a gázszállításokat radikálisan visszavágta, anélkül, hogy erre korábban európai szankciók lettek volna, tehát ez az oroszok részéről egy válaszlépés. Az északi áramlat egy vezetéken az oroszok teljesen leállították a gázszállítást, mielőtt az országok teljesen fel tudták volna tölteni a tárolókapacitásukat. A Jamal vezetéken már korábban megszűnt a földgázszállítás. Nyugat-Európát felkészületlenül érte az energiaválság, most a tét az energiaellátás biztonsága. Magyarország azonban felkészült, így az ellátás nincs veszélyben. Ilyen volt az a döntés, hogy hosszú távú szerződés lett kötve Oroszország irányába a gáz beszállítás ügyében. Ez azért nagyon fontos, mert Magyarország körülbelül 10-11 milliárd köbmétert használ gázból éves szinten. Ennek a felét egyébként a lakossági fogyasztás viszi el. Ezen van lehetőség csökkenteni, és a kormányzati politika ebbe az irányba fog menni, hogy a gázfelhasználás muszáj csökkentenünk, hogy a kitettségünket tudjuk csökkenteni. De ebből a 10 milliárd köbméterből 4,5 milliárdra van hosszú távú szerződésünk Oroszországgal. Bár a magyar kormány határozottan figyelmeztette az európai közösséget a szankciós politika veszélyeire, már a több nyugati ország a bőrén érzi a megszorítások következményeit. Szerencsére nálunk az ellátás biztosított, de a háborús infláció és az elszabaduló energia árak elől Magyarország sem tudja függetleníteni magát.